Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Líceum Televízió ezévi utolsó hírműsorát, a Hírláncot látják. Híreink röviden. Hosszú távú együttműködés az Egri Vízilabda Klub és a Líceum Televízió között. December 15-ig várja az Angyalműhely az adományokat. Indonéz hallgató kiállítása a Leányka úton. Következzenek híreink bővebben. Az Eszterházy Károly Egyetem megtartotta a 2017-es év utolsó sajtótájékoztatóját. A bejelentések során aláírásra került az Egri Vízilabda Klub és a Líceum Televízió együttműködéséről szóló megállapodás is. Egyetemünk életében fontos szerepet játszik a sport, így egy újabb fejezet nyílt meg a mai aláírás során. Intézményünk televíziója hivatalosan is együttműködő partnere lett a világ egyik legjobb vízilabda klubjának. Most, amikor azt mondták, hogy az egyetem egyik legjobb részét szeretnék, hogyha becsatornáznánk az OB1-es vízilabda klubba, ez ilyen esetben a Líceum TV volt. A Líceum Televízió, azt tudjuk, hogy Eger meghatározó televíziója. Folyamatosan megállítanak az utcán és kérdezik, hogy akkor éppen mi volt, hogy volt, sokkal Eger lakossága sokszor tájékozottabb, mint én. Jelen esetben azt látjuk, hogy egy hiánypótló történetre léptek, amikor is az OB1-es mérkőzéseket fogják közvetíteni, ami fantasztikus dolog. Azt, hogy egy magazin műsort is készít a Líceum TV stábja, és ezzel egyedülállóvá teszi ezt az egyedülálló csapatot, meg egészen fantasztikus dolog. A megállapodás értelmében a Líceum Televízió közvetíti a Vízilabda Klub mérkőzéseit, kiegészítve online élő streammel, illetve két hetente egy a csapat mindennapjait bemutató magazin műsor kerül adásba. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen mi hosszú távon tervezünk ezzel a műsorral is, méghozzá azért, mert egy ilyen hosszú távú együttműködésnek az az áloga, hogy mind a két fél jól érezze magát ebben a kapcsolatban. A mi részünkről el tudom mondani, hogy ez nekünk rendkívül hatékony és rendkívül pozitív maga ez a megállapodás, de én bízom benne, hogy ugye a Líceum Televíziónak is, illetve a hallgatóknak is ad egy olyan terepet, amiben a úgymond élesbe ki tudják próbálni magukat, és mindenképpen ugye a főiskolának, illetve hát bocsánat, az egyetemnek is egy hatalmas lépés lehet, hiszen mind a kettő félről elmondható, hogy szakmailag kiváló, a legmagasabb szinten van, ugye akár a vízilabda, akár az egyetem, és ezt a kapcsolatot együtt még erősebbek vagyunk, az a lényeg. Fontos kiemelni, hogy a megállapodás értelmében a hallgatók valóban olyan rutinra és tapasztalatokra tehetnek szert, ami egyedülálló és rendkívül vonzó azoknak, akik a televíziózást szeretnék választani. Környezetünk állapota, annak védelme egy olyan kérdés, amivel folyamatosan foglalkozni kell. Egyetemünk számára is kiemelt ez a téma. Ezért is tartották fontosnak a környezettudományi felsőoktatási ankét és konferencia megszervezését. Az Eszterházy Károly Egyetem és a Természettudományi Kar vezetése nevében sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a konferencián. Professzorok és kutatók ültek össze, hogy a környezettudomány szerte ágazó területeiről értekezzenek, vonjanak le tanulságokat, hiszen napról napra egyre nagyobb problémák merülnek fel. Nagyon fontos a környezet, mert ez egy hosszú távú befektetés, nem azonnal fizetődik ki sem politikai, sem gazdasági értelemben, de sajnos tudnunk kell például a világban minden ötödik idő előtti halálozás környezeti okokra vezethető vissza. Ez ilyen 12 millió embert jelent évente, ha csak ez az egyötöd. Ha csak az energetikai hatásokat nézzük, a világban 5,7 millió ember hal meg idő előtt környezeti okokból, ebből kb. 800 ezer a külső levegőszennyeződés, és nem tudjuk igazán 1,6 millió a belső lakótéren belül légszennyezésből adódik. Az egyetem filozófiájának egyik alapja, hogy ilyen és ehhez hasonló missziók mellé álljon, ezzel is eredményekhez segítve a tudományos világot. A környezettudományi tanszék, aki most 25 éves, és ugye egyidejűleg ezzel a konferenciával azt is ünnepeljük, hát egy komoly hivatástudattal rendelkező szakmai csoport, és hát ugye aktuális kérdésekkel foglalkoznak, mint ahogy említette is, természetvédelem, éghajlatváltozás, hulladékgazdálkodás, élőhely, kialakítás, fenntarthatóság. A tudományos értekezésben nem csak professzorok, hanem hallgatók is részt vettek. Fontos megállapítás, hogy már gyermekkorban el kell kezdeni környezettudatosságra nevelni a fiatalokat, így megteremtve egy fenntartható világot. A Bródy Sándor könyvtárban folytatódott Sorsfordulók, Sorsfordítók című történelmi előadássorozat.
Berec Anita, tudományos segédmunkatárs, a Várostervezés és városi élet a 19. században témában tartott előadást. Berec Anita tartott előadást a Várostervezés és városi élet a 19. században témában december 6-án a Sorsfordulók Sorsfordítók előadássorozat keretein belül. Jelenlegi előadásom témája, címe a Városrendezés és városi élet a 19. századi Egerben, amely lényegében egy korábbi kutatási témához kapcsolódik, és jelenleg ennek az eredményeit szeretném most bemutatni. A kutatás előzményei egészen a alapképzéses, illetve mesterképzéses szakdolgozatomhoz visszanyúlik, és ezt a kutatást bővítettem ki a doktori képzésen, és folytattam tovább. A következő programra december 13-án kerül sor, ahol dr. Kozár József tart előadást a Szülőpusztító rém a Filoxéra Egerben címen. Az adventi időszak remek alkalmat biztosít arra, hogy az emberek egy pillanatra elcsendesedjenek és jobban figyeljenek egymásra. Az Egyetem Nyelv és Irodalomtudományi Intézetének dolgozói és hallgatói egy felolvasó program keretében az irodalom szépségeit osztották meg. 2 évvel ezelőtt kezdődött ez a remek kezdeményezés, idén is közösen szervezte a hallgató és oktató egyaránt ezt a karácsonyi adventi estét. Bízunk benne, hogy az irodalom mindig ajándék, de kifejezetten ezen az alkalmon, ezen a kis rendezvényen úgy gondoljuk, hogy maga az együttlét, maga a ráhangolódás is ajándék lehet. Nem titok, vizsgai időszakban vagyunk, ZH időszakban vagyunk, ami a hallgatók számára mindig feszültséggel teli időszak. Szükség van egy kis lelassulásra, arra, hogy együtt lehessünk tanárok, diákok, oktató kollégák, adminisztratív kollégák, egymásra tudjunk hangolódni, és mindenki elhozza azt a szöveget, verset, prózát, mesét, ami közel áll a szívéhez, és ezáltal egy kicsit önmagából is ad. A felolvasás és ajándékozás mellett activity, illetve színes karácsonyi játékok vártak a vendégekre, akiknek finom süteményekkel és forró teával készültek a szervezők. Alapvetően nagyon fontos lenne, hogy mindenki ne csak pénzbeli ajándékot adjon, hanem a saját két kezével, vagy éppenséggel, hogy tényleg felolvas egy irodalmi művet, vagy éppen énekel, szerintem ez a legnagyobb ajándék, nem a pénzbeli mérhető. Az ilyen és ehhez hasonló alkalmak remek lehetőséget biztosítanak arra, hogy oktatók és hallgatók együtt szórakozzanak, kiszakadva a rohanó hétköznapokból. Egyetemünk Erasmusos kapcsolatrendszerében az egyik legszorosabb együttműködés az indonéz felsőoktatással van. Hallgatóik és oktatóik szívesen látogatnak Egerbe, ahol főképp a vizuális művészeti képzésben vesznek részt. Kiállítást tartottak az indonéz vendéghallgatók. A kiállítás a Hallgatói Galériában látható a C-csillag épületében. A rendezvényt Erős István tanár úr nyitotta meg. Hát megmondom őszintén, én nem igazán szoktam ilyen kiállításokra járni, de mit ad Isten, felkeltette az érdeklődésemet, főleg ez, hogy ugye ez a magyar és indonéz kultúra ugye keveredik, ugye az indonéz diákok, akik eljöttek ide hozzánk Erasmusszal, ami egyébként nem mellesleg egy teljesen nagyon jó dolog, és pont megnyilvánul ebben a kiállításban, hogy milyennyire jó ez az Erasmus. Szóval elmentem a kiállításra, és hát rettentően lenyűgözött, tehát hogy az, hogy visszalátni a saját hazánk kultúrájának motivumait, illetve egy teljesen idegent, ezt vegyítve, elképesztő. És a legjobb az, hogy ugye keretet, hogy látni azt, ahogy ez működik, és ide jönnek, és mi itt vagyunk, és együtt dolgozunk, és aztán létrehozunk valamit, úgyhogy ezért szerintem teljesen megérte eljönni, és nekem is nagyon tetszett. A diákok az itt töltött egy fél év alatt készítették el munkáikat, melyben a kultúrák keveredésére fektették a hangsúlyt. December 15-ig ebben az évben is megnyitja kapuit az Angyalműhely az Eszterházy Károly Egyetem gyakorlóiskolájában. Az adományozók cipős dobozokba csomagolhatják ajándékaikat a rászoruló gyermekek számára. Ebben az évben a Heves megyei Gyermekvédelmi Központ részére indult el a karitatív akció.
Immáron 5. éve, hogy az Eszterházy Károly Egyetem gyakorlóiskolája gyűjtés szervez rászoruló gyermekek számára. A cipős doboz akciót 5 éve egy diák indítványozta. Minden évben máshova szoktak kerülni ezek a cipős dobozok. Volt olyan év, amikor ide Egerbe a Caritashoz vittük le, és onnan osztották tovább a rászoruló családoknak. Idén az Egri Gyermekvédelmi Intézménynek a lakásotthonaiba kerül. Megpróbáljuk úgy összeválogatni a csomagokat, illetve hogy úgy állítsák össze az adományozók a csomagokat, hogy ráírják azt, hogy hány éves gyermeknek szól, illetve hogy milyen nemű. Az iskola tanárai fontosnak tartják, hogy a diákok már ilyen fiatalon foglalkozzanak önkéntes tevékenységekkel, hogy megismerhessék az özvetlen segítségnyújtás örömeit. Karácsonyváró kézműves foglalkozást tartottak az egyetem líceumi dísztermében. A rekreációszakos hallgatók a dolgozók gyermekeivel készültek az ünnepekre. December 12-én a líceum adott helyet a Karácsonyi Készülődés című programnak, amely keretein belül az egyetem dolgozóinak gyermekei és a hallgatók együtt készülhettek az ünnepekre. Az idősebbeket forralból várta a tea és a mézes kalács mellett. Ezt a rendezvényt az Eszterházy Károly Egyetem rekreációs szakos hallgatói szervezték. A rendezvény célja igazából egyedi készítésű ajándékok, lehet nálunk csokit készíteni, képeslapot, aztán fadísznek valókat, különböző narancsból, süteményből, stb. A vendégek 15 óra 30-tól egészen este 7 óráig élvezhették ki a kellemes karácsonyi hangulatban való felkészülést az ünnepekre. Kedves nézőink, Önök Hírlánc című műsorunkat látták. Friss hírekkel legközelebb a vizsgaidőszakot követően február elején jelentkezünk. A Líceum Televízió munkatársainak nevében kívánok Önöknek békés és meghitt karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új esztendőt. Tartsanak velünk tehát 2018-ban is. Viszontlátásra!